A rockopera ősbemutatója tavaly szeptemberben volt, stílszerűen a délvidéki zentán. A darab az 1697-es zentai csatának állít emléket, amikor a keresztény seregek fényes győzelmet arattak a törökök ellen. Az akkori történéseknek máig ható üzenete van. A kulturális identitásunk, együvé tartozásunk, az összefogás erejébe vetett hit és az ebből jövő eredmények megkérdőjelezhetetlenek. Ez az üzenete. Az az üzenete, hogyha egy közösség összefog, akkor van jövője. A rockopera zeneszerzője a Kossuth díjas felvidéki Szarka Gyula, akit mindig is érdekelt a magyar történelemnek ez az izgalmas, kevésbé előtérbe helyezett korszaka. Az egész darab zenéről szól, gyakorlatilag végig énekelik az egész darabot, és végig zenéljük az egész darabot. Itt meg kellett különböztetni a két tábornak a mienségét, zeneileg is. Az énekesek is nagyon jól abszolválták ezt, és jól hozzák ezeket a hangulatokat. Viser Johannak egy szerb kapitány bőrébe kellett bújnia, aki a magyarok ellen harcolt. Mindkét oldalon voltak szerbek, magyarok, a törököknél is voltak szerbek, magyarok, az osztrákoknál is, tehát a szövetséges csapatoknál, úgyhogy ez egy nagy kavalkád volt és nagy győzelem. A több mint 60 szereplős előadás az augusztus 20-ai Dunaszerdahelyi ünnepség sorozat részeként valósul meg. A belépés ingyenes lesz.